Szeretettel köszöntelek benneteket, férfiakat és nőket, időseket és fiatalokat, rég nem látottakat, és talán olyanokat, akikkel nemrégiben akár találkoztunk is. Úgy láttam, ahogy beérkeztem, itt már sebben lobban, mi is, hogy ti is nagy szeretettel köszöntöttétek egymást, és láttátok újra egymást akár hosszabb idő után. Az Istennek vagyunk hálásak azért, ami van, a megtartatásért, azért, amit átélünk, és ahogy vele élhetjük át, ahogy nyugvópontra juthat egy-egy életszakaszunk akár, és ahogy vele a jelenben reménységgel nézünk a jövőre. Nem attól van reménységünk, hogy majd velünk lesz az Isten, hanem hogy itt van velünk a jelenben. Imádkozzunk. Úr Jézus, kegyelemből léphetünk be a Te jelenlétedbe. Soha jó ezt közösen énekelni az egész gyülekezettel, hogy ez kegyelem. De azt is énekeltük, hogy beléphetünk. Úr Jézus, Te vagy az, aki fenntartod ezt az egész világot és megteremtetted. Te találtad ki, hogy ez a nyár ilyen meleg legyen. Te találtad ki, hogy mikor legyen eső és mikor nagyon hosszú ideig, csak nagyon meleg. Te tudod, hogy ez miért jó, és Te tartod fenn. Jó, hogy nálad van ez a bölcsesség. Te tudod, hogy miért a Te képmásodra teremtettél minket. Te tudod, hogy miért tudsz kegyelemes és szeretetteljes lenni velünk akkor is, amikor mi meg nem vagyunk azok egymással és veled. Te tudod, hogy miért közösségre és kapcsolatra teremtettél minket, mint például ezt a gyülekezetet, vagy családokat, párokat. Úr Jézus, kegyelemből léphetünk be a Te szent jelenlétedbe. Jó ebben a szent jelenlétben lenni. Szeretnénk ebben a jelenlétben maradni, mint az értelmünkkel, mind a szívünkkel most az egész Isten tisztelet alatt. Szeretnénk tényleg megnyitni ezt neked. Szeretnénk, ha Te szólnál, szeretnénk, ha rólad szólnál, Te lennél a középpontban. Tudjuk, hogy ugyanúgy, mint a tanítványok, ebben el tudunk bukni, nem tudunk kitartóak lenni, és ezért szükségünk van egy közbenjáróra. Ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd előtt az apostol cselekedetének a kezdetén, mi is úgy imádkozunk, hogy küldd el a Te szent lelkedet, közben járul, hogy most ezen az Isten tiszteleten itt lehessen velünk. A Te fiadért kérjük mindezt. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az apostolok cselekedeteinek a sorozatában vagyunk. Ezt a könyvet valamikor úgy hívják, hogy a Szentlélek cselekedeteinek a könyve, vagy Péter és Pál apostol cselekedeteinek a könyvének is hívja valaki. És a mai napon egy szakaszhatárhoz érkeztünk a sorozatunkba, mert eddig inkább Péter cselekedeteiről volt szó, és most kezdődik az a rész az apostol cselekedeteiben, ami meg inkább Pál apostol cselekedeteinek a sorozata vagy a részei. Így érkezünk el egy ilyen szakaszhatárhoz, és így hallgassuk az apostolok cselekedeteinek a 13. fejezetét, annak az első 12 versét. Berta tolmácsolásában és az enyémben is egyszerűen. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak. Cirénei Lucius és Manaén, akit Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Amikor Szalamiszba értek,
hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejártak az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és áprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állt Sergius Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimász, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elfedni az Úr egyenes útjait? Most íme, az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt le, és botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanítását. Harminc hónap fejlesztés után, 2007-ben Steve Jobs és az Apple nagyon-nagyon várta a cég legnagyobb történelmi pontját, amikor bejelentik az első iPhone-t. 2007-ben jelentették be az első iPhone-t, és azt mondták, hogy 2,5 éve várunk erre a pillanatra. Arra a pillanatra, amikor ez a telefon teljesen átírja a modern történelmet. Mert ebben a telefonban benne lesz egy nagyképernyős iPad-nek megfelelő tablet, benne lesz egy új mobil kommunikációs eszköz, és benne lesz valami, ami a kreativitásnak a megtestesítője. Több mint 13 éve volt már ez. És látjuk, hogy mennyire meghatározó ez a bejelentés a mai napra és a mai kultúrára is. Azt mondta akkor Steve Jobs ott a beszédében, hogy erre vártunk, és a mai napon az Apple újra alakítja a telefont. És ehhez a bejelentéshez létrehoztak egy új szlogent, amit azóta mindenki ismer. Az I-jal kezdődő összes terméküket, iPhone, iPad, iMac, nagyon sok minden. Minden egyes termékünkben benne van ez a szó, hogy I. Ami azt jelenti magyarul, angolról lefordítva, hogy én. Az én telefonom, az én tabletem, az én számítógépem, minden az énre van konfigurálva, arra van szabva, hogy ez mennyire jó legyen neki a felhasználónak. Nekem. Nem csak az Apple bejelentése, de az egész kultúránk azóta is erre épül, hogy neked mi a jó. És te, és én ezt meg már úgy fogalmaznám, hogy nekem mi a jó. Hogy lesz nekem jó? Hogy fog ez a telefon kiszolgálni? Hogy fog ez a gyülekezet engem kiszolgálni? Hogy fog a családom nekem kedvességet, szeretetet adni? Hogy fog a társadalom, a munkatársam, a főnököm olyat csinálni, ami nekem jó az én fejlődésemre van, és az előrehaladásomra? Minden arról szól, hogy nekem hogy jó, amikor vezetek. Ha engedjen már be a másik, hogy nekem jó legyen, és mit képzel magáról, hogy nem enged be? Vagy amikor bárhol vagyok, én kerüljek elsőségben a Spárban, bármelyik bevásárlásnál. Én tudjak odaférni ahhoz a polchoz, vagy én tudjak bevásárolni. Az Apple óta ez a kultúránk meghatározó szava, az én. Teljesedjek ki ebben. Mikor ezt a történetet olvassuk, három olyan karakter van benne, meghatározó szereplő, akinek ugyanígy, már az akkori korban is, az én, az ego egy meghatározó dolog volt. A három főszereplőnkről lesz szó, akinek valahogy az életében és itt ebben a történetben az én nagyon meghatározta a viselkedését és az egész lényét. Barnabás és Saul, Pál, akik most már Pálnak is hívnak, Ciprusra érkezik, ahol 160 kilométert sétálnak gyalog, hogy az összes ottani zsinagógát bejárják. Ezen a Cipruson nagyon-nagyon sok zsidó ember élt, egy hatalmas kolónia volt, és rengeteg zsinagóga is volt emiatt. És ők oda mennek. Amikor erről hall egy mágus, vagy egy ottani varázsló, akit Elimásznak, vagy Bar Jézusnak hívnak, akkor nagyon-nagyon ideges lesz erre. És azt érzi, hogy elveszik tőle azt a pozíciót, ami addig az övé volt. Mert azt olvassuk ebben a történetben, hogy ennek a híre Paulus helytartóhoz is elérkezett, aki értelmes ember volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Biblia hozzáteszi, hogy értelmes ember volt.
nem feltételezem, hogy akkor a többi ne lenne az, de itt külön kiemeli a Biblia, hogy ő értelmes ember volt, tehát ő hozzá eljutott a hír. És amikor ezt meghallja ez az Elimász, akiről nem olvasok, hogy értelmes, de valószínűleg ő is az volt, akkor félti az én pozícióját. Meghallja, hogy a helytartóhoz eljutottak a legnagyobb fejes ez a szigeten. Hát eddig én voltam a legnagyobb tanácsadója ennek a helytartónak. Nagyon sok időbe telt, mire felküzdöttem magam erre a pozícióra. Iszonyat sok időbe tartott. Engem tartanak a legnevesebb, okos embernek itt a szigeten. Erre jön Pál, meg Barnabás, és elkezdett neki tanítani. Hát ha elkezdett neki tanítani, akkor gyanús, hogy előfordulhat az, hogy a helytartó okosabbnak, jobbnak ítéli őket, mint engem, Elimászt, és ezt meg kell akadályozni. Bekapcsolódik ilyen vészvillagó, és az adrenalin meg az ösztönei egyből elkezdi neki terveket szőni, és nincs idő, hogy jókat szőjön, ezért a leggyorsabbat kell választani. És a leggyorsabb pedig az, hogy elkezd nekik támadni. Így olvasok, hogy igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Ez egy nagyon diplomatikus fogalmazás, de értsünk alatta bármit, ami a kreativitást kimeríti Elimász esetében, hogy próbálta eltéríteni a helytartót ettől, hogy őket meghallja. Dr. House, egy híres sorozat hős, akit nagyon sokan néznek manapság, ő így fogalmazza meg Elimásznak a hozzáállását. Nyilván Dr. House és Elimász nem találkozott soha, de így lehet összekötni ezt a kettőt. Dr. House ezt mondja, ha különleges akarsz lenni, egyedül kell maradnod. Elimász azt mondja, hogy én vagyok, ezért szeretnek itt. Csak én vagyok ilyen, ezért lehetek én a tanácsadó és a legjobb a szigeten. Viszont ez veszélyben van. És nem engedhetem, hogy az én lerombolódjon. A népszerűség, a jó hírnév, az imázs, az ész, ezeket nem engedhetem, hogy lerombolhatson. És Csehov, aki szintén nem találkozott Elimásszal, ő a következőt mondja erről a helyzetről. A boldogtalan ember egoista, dühös, igazságtalan, kegyetlen, és még az ostobánál is kevésbé hajlamos embertársai megértésére. A boldogtalan ember egoista, dühös, igazságtalan, kegyetlen, és még az ostobánál is kevésbé hajlamos embertársai megértésére. És itt a vége mennyire igaz Elimászra. Egy képtelen arra, hogy megértse az embertársait és az üzenetét Pálnak és Barnabásnak. Neki egyetlen egy dolog bekattan, hogy nem lehet, hogy ez a helytartó megtérjen. Nem lehet. És mindegy, hogy miről beszél Pál meg Barnabás, mindegy, hogy mi az üzenet, nem lehet. És azt látjuk nála, hogy az én néha pont az én előrejutásának az akadály. Elimász saját magának az akadálya. Mert hogy emiatt a kis missziója miatt nem tudja meghallani az üzenetet. Lehet, hogy rá is hatnak. Ugyanúgy, ahogy a helytartóra hat. De ő azt mondja, hogy én vagyok a legfontosabb, ezért nem hallja meg az üzenetet. És ezt kirekeszti. És így ő nem is tud megújulni, ugyanúgy, mint ahogy a helytartóról olvassuk. A második szereplő a helytartó Servius Paulus, aki egy nagyon-nagyon neves római családból származik, befolyásos is, ezt abból is látjuk, hogy már a történet végén Pálnak ajánló levelet ír Antiókiába, ő küldi őket oda, ehhez segít nekik, referenciákat ad. Egy nagyon császárhoz közeli, nagyon neves és befolyásos valaki, és értelmes is. És azt olvassuk róla, hogy hallani kívánta Isten igéjét. Kétszeresen megtapasztalja Isten erejét ebben a történetben. Először akkor, amikor azt látja, hogy valaki megtelik Szentlélekkel, ilyet nem látott előtte. De Pál, amikor ez az Elimász beszól neki, akkor Pál megtelik Szentlélekkel. És olvassuk, hallhattuk azt a mondatát, amit akkor mond, a Szentlélekkel telve. Nagyon keményen. És amikor látja, hogy valaki meg tud telni a Szentlélekkel, akkor a helytartó észrevesz, hogy ez valami hatalmasabb lenni. És ezt megpecsételi az, amikor azt látja, hogy meg is vakul Elimász. Egy olyan hatalmas jelnek veszi ez, hogy fizikai bántalmazás nélkül valaki megvakul, hogy ő ezt látja, hallja és hisz. Neki is ugyanúgy ott van az én, az áll. Azért, mert a helytartó viszont valamiről hallani kíván, így olvasok szó szerint, és ő mindent megtesz azért, hogy halljon.
elnyomja a tanácsadóját, hagyja a békén, most nem a téged akarlak hallgatni, hanem ezt az üzenetet. Magához hivatja, megkeresi őket a szigeten. Mindent megtesz azért, hogy hallja. Ha neki kell valami, akkor én azt megszerzem. Ha kell valami a munkámban, ami úgy érzem, hogy előrébb fog vinni, akkor azt megszerzem. Ez van benne. És a munkahelyi körülményei azok neki ezek. Hogy egy jó tanácsadót szerez maga mellé. És azt látjuk, hogy meg is tér. Ezzel záródott az utolsó vers, ez volt, hogy a helytartó megismeri Jézus Krisztust. Mert túl tud ezen látni. És ott van bennünk folyamatosan ez a kérdés, hogy ez az én minket is meghatároz. Eljövünk, itt vagyunk most is Isten tiszteleten, folyamatosan hétről hétre, vagy hallgatjuk itt-ott. És ülünk most is úgy, hogy vannak vágyaink, kérdéseink, kéréseink Isten felé. És sokszor ezekre nem kapunk választ. És ez vihet minket afelé, hogy még jobban kutatjuk Istennek a válaszát, vagy vihet minket afelé is, hogy én ebben lezárok. Ha nincs válasz, akkor nem keresem tovább. Paulus helytartó ezt így kereste, kutatta. Láthatott jelet és csodát. Elimász pedig egyszerűen nem is akarta meglátni. És végül itt van egy harmadik személy, Pál, akiről olvasunk, aki főszereplő, és aki itt gyülekezeti tagként azt mondjuk, hogy hát persze, ő a fő jó szereplő. Hát róla mit lehetne mondani, hogy tuti nincsen hibája. De ha Pálnak megnézzük az életét, az apostol cselekedetét tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy egy olyan farizeus volt, aki a legjobb akart lenni mindenben. Ő volt az, akiről azt olvassuk, hogy a legelső akart lenni, aki üldözi a zsidókat, és nem csak az első, de a legjobb akart ebbe lenni. Kért ehhez rengeteg katonát, elindult, megállás nélkül, pihenés nélkül üldözte őket, a legjobb akart ebbe lenni, hogy a legjobb farizeus legyen. Ő egy olyan valaki volt, aki farizeusként egész életében azért tanult, hogy a legtöbbet tudja a törvényből kívülről. Aki a házasságra is, aki bármilyen életbeli dologra nemet mondott, azért, hogy a legjobb lehessen valamit. Nála is az énről szólt minden. Hogy én a legjobb lehessek. De a damaszkuszi úton történik valami, ami ugyanaz, mint ami Elimásszal történik, a mágussal itt. Megvakul. És amikor először felolvastam ezt az igét, biztos úgy hatott ránk, hogy hogy lehet, hogy Isten megvakít valakit. És itt ilyen negatívként hat. De Pál apostol életében ugyanez történik. Ő is megvakul. A damaszkuszi úton. És Isten ezt arra használja fel, hogy láthasson újra. Elimász is, Pál is megvakul. És mindkettőknek ott van a lehetőség, hogy ezután lássanak. És Pál ezután az út után lát is, és azután pedig Isten szolgálatába áll, és folyamatosan ebben megy. És amikor Pál látja ezt a megvakulást, akkor valószínűsítem, hogy ő is emlékezik arra, hogy vele ugyanez történt. És tudja, hogy ezt nem ő tette, nem ő nagy, nem ő hatalmas vagy csodákkal rendelkező, hanem emlékezteti, hogy Isten engem is megvakított, Elimást is megvakítja, és ez Isten eszköze lehet az ő megismerésében. És van még egy valaki, aki nem szerepel ebben a történetben, így fizikailag. De ugyanolyan, mint a mágus. Ugyanolyan, mint Elimász, vár Jézus. Akinek a neve is hasonló, Jézus. Nagyon hasonlít Elimászhoz Jézus. Miért? Mert a János evangéliumában 13-szor olvassuk azt, hogy azt mondja magáról, hogy én vagyok. Folyamatosan magáról beszél. Önmagát helyezi az előtérbe Jézus, a János evangéliumában. Ilyeneket mond magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki más nem mehet az atyához, csak is én általam. Vagy azt mondja, én vagyok a szőlőtő, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ezek radikális kijelentések. Ha oda megyünk Diósdon egy buszmegállóba egy emberhez, és azt mondjuk, hogy Jézus nagyon szeret. És még azt is mondja Jézus, hogy én vagyok az út, senki más nem mehet az atyához, csak is én általam, akkor valószínűleg elég furcsán néznek majd rám. Ki ez a Jézus, aki ilyeneket jelent ki magára, hogy én vagyok? Hát tudd meg Jézus, hogy én is én vagyok.
mondja a buszmegállóban lévő ember. Hát én is az igazság vagyok, meg te is, két igazság van, majd mindenki eldönt, hogy melyik az igaz igazság. Jézus, nem te vagy az ultimate igazság. Nekem is vannak gondolataim, én is olvasok híreket, én is olvasok könyveket, nekem is van véleményem, majd elmondom, hogy mi az igazság. Csak az a különbség, hogy Jézus azért beszél magáról, hogy az atyát megismertesse, hogy szabadulást hozzon ebből a világból, amiben pont az akkori kultúrában is minden arról szólt, hogy én nem találkozom a betegekkel, én távol tartom tőlük magamat, mert nekem lesz bajom. Ami arról szólt, hogy nekem legyen valahogy jó, én legyek híres, mint ahogy a farizeusok is erre törekedtek. Ebbe a kultúrába Jézus jön és szabadítani akar ebből a megkötözöttségből. Azért mondja, hogy én vagyok a szabadító. Mert tudja Jézus, hogy magad által nem fogsz tudni ebből megszabadulni. Nem megy. Próbálkozz, de az lesz, hogy mindenki azt mondja, én is. Hogy én vagyok az igazság, én vagyok a jó. És Jézus felszabadítás miatt mondja ezt, hogy én vagyok az út, az igazság, én vagyok a szőlőtő. És nem csak ezt a kettőt mondja, hanem annyi másik idézetet is. És Jézus mondatai sokszor meg sem halljuk. Pont azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy igazság. És van az én igazságom, meg mások igazságai, és az egész életemben majd eldöntöm, hogy melyik igaz. És maximum az életem végén megismerem Jézust, addig ráérem. Én is olyan sokszor átélem az imádságaimban és a Biblia olvasásaimban, hogy azok kiüresednek. Az imádságaim kiüresednek, mert egyre többször arról szólnak, hogy én mit kérek. Istenem, add meg azt, amire nekem szükségem van. Istenem, mutasd meg azt, hogy mi a te válaszod és a vezetésed ebben a kérdésedben, amiben el vagyok akadva. Merre menjek? Ezek teljesen normálisak, jogosak. Éljünk velük. Csak amikor az imádságunk átváltozik egy ilyen fenntartásba, karbantartássá, ilyen karbantartó imádság lesz, mert csak arról szól, hogy nekem minden legyen meg, és kiveszik belőle Isten dicsőítése azt, hogy az Atya teremtett, az Atya fenntart, hogy ő az, aki ezt az egészet vezeti, azt, hogy ő mit tett vele, mit tett a családban, mit tett a körülöttem levőkkel, hogy gyógyított, hogy szabadított meg, mit tesz már évezredek óta, hogy tartja fenn a történelmet. Amikor ezt kiveszi, és csak az mondod, hogy velem mi legyen, akkor megfásul az imádság. Akkor elveszik az ereje. És egy idő után azt érezzük, hogy hát ez egyre rövidül. Egyre kevesebb van benne. Egyre kevésbé van értelme és ereje. És aztán felveszik a kérdés, hogy minek imádkozok. Hát igazából úgy sem tapasztalok benne semmit, mert nincs ereje. Mert rövid. És ez az egyik oka, hogy mert rólunk szól, csak kizárólag. Úgy nem tudjuk megismerni az Atyát, ha mindig minden csak rólunk szól. És ugyanez van a Biblia olvasásommal is, az enyémmel. Hogy olvasom a Bibliát, és sokszor keresem benne, hogy mi Isten útmutatása. Hát ez nem szól. Nem baj, majd fog szólni itt. És hát itt se szól. És kiüresedjük. Miért? Mert egyedül azt keresem benne, mi az, ami nekem szól. Azt nem keresem benne, hogy Isten kicsoda, ő milyen. Ő milyennek akarja magát bemutatni, ami által esetleg megismerem őt, és jobban megértem, hogy mi az akarata rám nézve. Csak azt keresem, hogy nekem mi szól. Mutasd már meg. Van benne 1800 lap, valamelyiken csak benne lesz, hogy nekem mi szól. De nem találjuk. Megrövidül, egyre ritkább lesz, egyre kevésbé nyúlunk hozzá. Mert nekem nem szól. És ha valami nekem nem szól, keresek mást, ami majd szól nekem. És ezért kerül háttérbe ez az egész. Az ember már a teremtéstől fogva én központú. Ádám és Éva történetében, a legelső történetben azt látjuk, hogy ők azt mondják, hogy majd én eldöntöm, hogy nekem mire van szükségem, melyik fáról szakítok. És én képes vagyok arra, hogy ezt eldöntsem, és eldöntsem, mire van szükségem. Jézus pedig azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Nem vagytok nélkülem, nem tudtok nélkülem lenni. Nem tudtok enélkül élni. Én azt jöttem, hogy megszabadítsalak titeket. Azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Szabadulást akar hozni. Mert ki akar szabadítani minket abból az önsajnálatból, amiben sokszor vagyunk, és ki akar szabadítani minket sokszor abból az önimádatból, amiben báványozunk magunkat, hogy mi mennyire jók és fontosak vagyunk. Jézus olyan világba jött el már akkor is, amikor minden az énről szólt. Nekem mi jó és mi fontos.
de mégis azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogy megismerte Paulus a helytartó, megismerte Pál a megvakulása által, megismerhetjük mi is. Megújulhatunk ebben. És Jézus nem azt akarja mondani, hogy az én igényeim, a te igényeid nem fontosak. Nem akarja ezeket lerombolni. Nem akarja azt mondani, hogy ne is figyelj ezekre. Fontosak ezek. Csak azt mondja, hogy ne váljon önimádattá, ne váljon bálványá. Figyelj arra, hogy neked mi fontos. De ne váljon bálványá. Ő a képmására teremtett téged. De azért képmására, hogy kapcsolat legyen közte és közte. Nem azért, hogy ez leváljon róla, és utána önmagába funkcionál. Azért jött Jézus Pálon és Barnabáson keresztül volt, hogy szabadulást hozzon. És ezt hozza nekünk ma is. Az imádságban, amiben most teszünk, így menjünk Isten elé egyénileg, csendben, hogy megfogalmazzuk neki azt, ami most bennünk van. És aztán pedig én hangosan lezárom ezt az imádságunkat. Így imádkozzunk. Úr Jézus, te mindennek ismerője vagy. Ismerd a lelkünket, szívünket és értelmünket. Előled nem tudunk eltitkolni semmit. De ez nem is baj, mert jó, hogy te ismersz. Te az vagy, aki el tudsz minket fogadni, úgy, ahogy vagyunk. Kegyelmedből léphetünk be ebbe a jelenlétbe. Úr Jézus, te ismersz minket, és tudod azt, hogy mi sokszor önmagunkat el tudjuk kezdeni bálványozni. Te tudod, hogy nekünk mi fontos, és sokszor jobban tudod, mint amit mi tudjuk. Te meg is adod, ami nekünk fontos, és nem akarod ezt elvenni tőlünk. Te nem akarsz olyan követőket, akik csak úgy robotként követnek, és nincsenek saját igényeik vagy vágyaik. Te ezeket engeded és megadod. Lehet, hogy némelyikünket az veszélyeztet, hogy csak úgy követ téged vakon, és nem figyel magára. De mégis a kultúránk miatt az is nagyon veszélyeztet minket, hogy téged elfelejtünk, aki teremtesz és fenntartasz. Úr Jézus, most vasárnap, a te napodon azt valljuk meg neked, hogy mi egész gyülekezetként hiszünk benned, szeretünk téged, és te vagy a teremtő. Kimondjuk közösen imádságban, egyetértésben, hogy hiszünk benned és szeretünk téged. Munkálkodj az életünkben, munkálkodj a gyülekezetünkben, munkálkodj Dióston. Úr Jézus, hozzád szeretnénk menni, és szeretnénk kitárni mindenünket, hogy te formált, te lépj be, hogy ne elszakadjunk tőled, hanem újra kapcsolódjunk hozzá. A te fiadért kérjük mindezt. Amen. Mi atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkben. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fennállva vagyok az áldás. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor veletek. Amen. Áldás békesség! Maradjunk itt gyülekezetként, közösségként. Köszöntjük egymást!